Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Én Robi vagyok, ez pedig itt a Full Moon 5. adása. Mai beszélgető partnerem Szabó András lesz, akit Csető Zsolt kérésének megfelelően kerestem meg egy interjú erejéig. Sok helyen aktív emberről beszélünk, aki a véleményes blogot vezeti, nemrég egy netes újság újságírói állását is elfogadta, jogász, politizál, valamint szakértőként a csatornán is láthattátok már. Nézzük ki is ez a sokszínű ember, aki hosszú ideje szervezi és vezeti a pécsi HKK-s csapatot. Szia András, üdvözöllek a csatornán! Szia Robi! Üdvözlöm minden nézőt, és hát nagyon köszönöm a lehetőséget neked is, meg Zsoltinak is. Hát így előre megjegyzem, hogy kicsit Zsolti kellemetlen helyzetbe hozott, nem az interjúval, de amikor először mondtad nekem, hogy velem készített interjút, akkor a legelső kérdés az volt a fejemben, hogy én vajon kit fogok megnevezni, és rögtön Zsolti jutott eszembe egyébként. Ezután, amikor így megkérdeztem tőle csak kíváncsiságból, hogy engem kinevezett meg, akkor így mondtam, hogy már jó volt, akkor ezt terveztem is újra, de azóta már megvan az emberem, de ezt nem lövöm le az elején. Jó, eddig ugyan nem beszéltem róla, de már rögzítünk két videót is a csatornán, a másikat is veled. Milyen érzés több szerepben megjelenni egyszerre, vagy egymás után? Igazából annyira nekem ez nem ismeretlen légkör, pont azért, mert nagyon sok mindent csinálok egyébként is az életben, ahogy mondtad is, vezetek egy blogot, egy újságnakkal is foglalkozom, bár egy olyan csak gasztró réttel, de ott is lesznek majd másfajta tematikáim is, tud ezen kívül is, ugyebár egyetemen oktatok, politikai tevékenységet végtek, úgyhogy elég sok szerepet tűnök fel úgy általában az életben, úgyhogy ez most így nem volt számomra egy akkora meg vagy akkor a újdonság. Picit ez azért nehezebb, bár sokat beszélek, de az ember azért nehezebben mesél magáról, mint amikor mondjuk egy napot kell értékelnie, tehát ez egy kicsit nagyobb más számomra, de azért remélem boldogulok vele. Természetesen visszatérek hamarosan a normál kerékvágásba, és kezdjük is azzal, amit általában szoktam, vagy ahogy általában szoktam kezdeni ezeket az interjúkat, hogyha azt mondom, hogy Szabó András, akkor hogy mutatnád be magad? Mit tartanál fontosnak elmondani magadról? Leginkább a végzettségem szerint jogász vagyok, bár most éppen nem tevékenykedek annyira a jogi pályán, bár politikailag szoktam jogszabályjelentésekkel meg hasonlókkal foglalkozni, de mellett egy picit ilyen mindenevőmenek vallom magam, tehát sok mindent szeretek csinálni, és próbálom úgy beosztani az időmet, lehetőségeimet, hogy ezekkel tudjak is foglalkozni. A tanítás, az oktatás egy nagy kedvencem, szeretek vitaklubokat tartani, vitafoglalkozásokat vezetni, ilyen szempontból versenyíró is vagyok, tehát ezt már nagyon régóta tevékenységem, és emellett kocsmakízeket vezetek, és HKK-ban. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezek azok a tevékenységek, amiket nagyon szeretek, ezek azok, amikkel nagyon szívesen foglalkozom. Tehát, ami érdekel, abban szeretek belevágni. És ezek is határozzák meg mostanásággal leginkább az életedet ezek szerint. Hát igen, plusz amit nem említettem, az a PhD, hogy ugyebár ha minden igaz, akkor jövőre, és legyen igaz, jövőre fogom megvédeni a PhD-mat, és akkor ugyebár tudományos doktori fokozatot szerzek, és hát utána remélhetőleg a egyetemen, akár a Pécsen, akár egy másik egyetemen is tudok majd oktatással foglalkozni. Úgyhogy most ez is benne van a céljaim között, csak ez nyilván nem egy olyan nyilvános. Most már éppen nyilvánosságra került. Hát igen, most már az igen, de tehát ez az, amivel otthon csendesen foglalkozom, és nem nagyon szoktam sem cikkekbe megjelenteni. Tehát a PhD anyagom az egy ilyen nagyon saját, az én estémon, amit nem ismerik körülbelül, meg néhány oktató, de tehát ez nem az a tevékenység, aminek a folyamatos haladását úgy nyilvánosságra szoktam akár kiképből, akár máshol hozni. Mikor és milyen típusú játékkal találkoztál először fiatalon? Tehát gondolok itt az RPG-re, kártyára, videójátékra. Valamit próbáltál a fentiek közül, vagy mi volt az, amit vele először találkoztál? Az az érdekes, hogy én ilyen szempontból elég szegényes listával rendelkezem, tehát nagyon kevés számítógépes játékkal játszottam, meg nagyon kevés ilyen típusú játékkal.
ami gyerekkorom nagy hobbija volt, ezek a lapozgatós könyvek, amikor egyébként a mai napig írok kritikákat a blogomon, tehát ezt szerettem csinálni. Plusz emellett, hát néhány alapjáték, mint például a Diablo 1-2, de nekem is megvolt, de az én szerepjátékos múltam igazából nem túlságosan gazdag, tehát én nem foglalkoztam ezzel annyit. Megmondom őszintén, én az egész játékot, az, hogy én elkezdtem ezt a játékot, egy totál véletlen volt, mert tulajdonképpen annyi történt, hogy a testvérem találta egy kis kalapot, behagyott kártyalapokat, és ez indította el az én HGK pályafutásomat, tulajdonképpen egy teljesen véletlen szituáció. Aztán egy másik véletlen volt, hogy kiderült két-három barátomról, hogy ők is játszanak. Nem volt meg nagyon szerepjátékos előzményem is sokaknak. Ez korai években történt? Ez általános iskolában történt? Igen, 2002 év elején, ha jól emlékszem. Nem az ősidőkben, de azért viszonylag korai szakaszában a játéknak. Egy darabig csak otthon játszottunk, aztán 2003. októberében voltam először az első életemben. Azóta már elég hosszú ideje játszom. Mit tanultál? Mi befolyásolta a pályaválasztásodat? Nekem igazából, ami így 11 éves koromtól életem része, azok a vita versenyek, tehát a legkülönbözőbb ilyen típusú versenyeken vettem részt, ahol csapatban játszottunk, és egy bizonyos téma mellett, illetve ellen kellett érvelnünk. Ilyen vita versenyeken értem is el egyébként eredményeket, és aztán gyakorlatilag ez a vitázó pálya volt az, ami az ügyvédi hivatás felé vitt engem, ezért kezdtem el a jogi egyetemet. Aztán az egy érdekes helyzet, hogy magából az ügyvédi tevékenységből két évnyi ügyvédi gyakorlat után kiábrándultam, de nem a vita hiánya, hanem másokok miatt. Úgyhogy végül is leginkább ez volt, ami engem motivált. Egyébként a jogi pályát azt a mai napig nem bántam meg, csak nem az a terület érdekel elsősorban, ami először azt gondoltam, hogy érdekelni fog. Könnyen megtaláltad azt, amivel foglalkozni szeretnél? Nem. Az én esetemben nagyon nem összeállt. Magát az oktatást igazából szeretem, meg azt fiatalkoromban is már csináltam, tehát hogy gyakorlatilag amikortól én egyetemista lettem, önkéntes alapon foglalkoztam gyerekekkel, tehát én tartottam egy órákat, akkor már elégítettem a gyerekeket versenyekre. Viszont amikor megszereztem a diplomát, akkor első alkalommal nem sikerült PhD képzésen elindulnom, és akkor én nagyon-nagyon kerestem a helyem, igazából fogalmam nem volt, hogy mit akarok csinálni a pályán belül. Dolgoztam ugyebár két évet ügyvédirodába, az annyira nem tetszett. Utána dolgoztam két évet a rendőrségen is. Az jobban tetszett, tehát szakmailag nekem nagyobb kihívás volt ez a ügyvédi terület, de ez se volt az, amivel úgy életem végéig akarok foglalkozni. És hát most ebben a politikai területben vagyok, ez most így érdekel, nyilván mellette továbbra is azért az egyetem az egy főtérként megmaradt, tehát kicsit még mindig keresem a helyem, azt is mondhatnám. Én azt mondom, hogy ez nem probléma feltétlenül. Akkor későn érő típusnak tartod magad? Igen, eléggé. Eléggé. Sőt, tehát mondhatjuk, hogy nagyon. Tehát, hogy fogalmaztam meg egy pillanat? Szóval, volt nekem már 11-12 éves koromban egy elég kihatározott tervem, amiért nagyon sokáig ragaszkodtam, és aztán sok idő telt el, mire úgy gondoltam, hogy ez mégsem annyira az én világom. Úgyhogy, hát igen, így néhány olyan dolgot is csinálok, amit mások vagy olyan tervezések vannak az életemben, amiket majd mások fiatalabban szoktak megtenni. Viszont én azt mondom, hogy minél több területen próbálom ki magam, annál több tapasztalatom is van. Úgyhogy igazából ezt nagyon nem bánom. Meg végül is, hogyha nem kezdtem volna át az egészet újra, akkor például nem jutottam volna ki Erdélybe, ahol fél évente egy-két hónapra kijárok, szintén főleg oktatási meg kutatási tevékenységet végezni, egy nagyon-nagyon jó légkör, nagyon sok embert ismertem meg, nagyon sok embert kezdeltem meg ott Kolozsváron. Meg eleve úgy gondolom, hogy annyi embert ismerkedtem meg így
így ezen keresztül, amiben hogyha egy kitaposott ösvényen haladtam volna, valószínűleg nem ismerkedem meg, úgyhogy egyelőre nem bántam, meg remélem nem is fogom. Ahogy így utánad olvastam és nézegettem a Facebookodat, azt láttam, hogy te Pécsen születtél, és gyakorlatilag az összes iskoládat itt végezted. Felmerült bennem a kérdés, hogy Lokárpattiótának tartod magad? Igen. Tehát határozottan annak tartom magam. Persze más oka is van annak nyilván, hogy Pécsen maradtam. Hallgatóként ugyebár nyilván praktikusan ez volt számomra a legegyszerűbb, egyébként néhány hónapot Budapesten, szakmai gyakorlatomat Budapesten töltöttem az Országos Kriminológiai Intézetbe, de ott voltak olyan tudás területek, amikkel különösen foglalkoztam. De igazából soha nem akartam elhagyni Pécset, meg egyébként nehéz is lett volna, mert egy pályakezdő jogász fizetéssel Budapesten maximum ilyen halni lehet, de még az is elég nehéz. Úgyhogy ennek volt egy ilyen típusú oka is, de amennyire lehet, én szeretnék is Pécsen maradni. Ez a lokálpatriotizmus utóbbi pár évben szűnt meg, ahogy korábban említettem, az erdélyi utak miatt, tehát most már azért volt olyan is, amikor 4 hónapot voltam kint folyamatában. Ezt az ingázó életet egyébként, tehát hogy bizonyos időt itt töltök, bizonyos időt ott, ezt egyébként kedvelem, de én azért úgy gondolom, hogy a részében város az Pécs. Ami még meglepett engem, hogy olvastam a névjegyedet a Facebookon, ami egyébként elég hosszasan ecsetel dolgokat, és azt írtad magadról, hogy szeretsz olvasni. Sok könyved van odahaza? Eléggé sok, igen. Tehát így most a könyvespolcom az félig meddig látszódik, bár most nincs a legjobban rendezve. Klasszikus irodalmi könyveim is vannak, de jogi szakkönyvem rengeteg, meg igazából a Star Wars, ami még egy nagyon nagy szerelmem, tehát kb. 50-60 különböző Star Wars könyvem van itthon. Akkor megvannak a Valhallás könyvek? Néhány azokból is megvan, igen. Sőt, talán azokból több van, mint a legújabbakból, mert mostanában kevesebb időm van itt olvasni, és azért a Disney most elkezdte eléggé nagy mennyiségben gyártani a Star Wars filmeket, és nem tudtam még követni őket teljesen. Tehát a régiekből még több is van nekünk ugyanból. Könyv vagy e-book? Melyik az, amelyik szimpatikusabb? Könyv, tehát nekem nagyon határozottan. Nekem jóval lehetebb van, tehát a képernyőt bámulni folyamatos olvasással, az nekem valamiért egész egyszerűen nem megy. Tehát én amúgy is tudom, hogy nem környezetoldós, de inkább a nyomtatási hibe vagyok, hogy valamit is elolvasom. Meg egyszerűen nekem ott nagyobb a hangot. Tehát azért annak, hogy az ember nyit egy könyvbe, kicsit belefagol, szerintem annak van egy hangulata, van egy érzés benne. Én ezt szeretem. Van-e kedvenc könyved, illetve van-e kedvenc íród? Kedvenc írom igazából nincs, nagyon mindenevő vagyok, tehát nyitott vagyok tényleg klasszikusokra is, filmekre is, Star Wars könyvekre is, úgyhogy ezt így, tehát egyszerűen ilyen szempontból nincsen kedvenc könyvem, vagy kedvenc íróm. Könyvből most hadd említsek meg, nem egy klasszikus irodalom, de hadd említsem meg az Ennyi tanáromnak, Fenyvesi Csabának a könyvét, a Jobb humora és rejtélyei, ahol különböző rejtélyes ügyeket, meg vicces vizsgaélményeket, nyomozós találós kérdéseket foglalt össze, és egy olyan jogi aspektus, ami egyrészt szakmailag is izgalmas, de átlagolvasó számára is nagyon érdekes. Nekem az egyik kedvenc könyvem egyébként azt, miután elmentem az ügyvéd irodából, ahol dolgoztam, a volt főnököktől kaptam ajándékba, nagyon betaláltam, ezt már akkor régóta meg akartam szerezni, és akkor legújabb kiadást ő megvette nekem. Nagyon szeretem azt a könyvet. A Facebook névjegyed szerint ellentmondásos személyiségnek tartod magad. Miért gondolod, hogy ez így lenne? Vagy hogy ez így van? Hát több szempontból is így gondolom. Egyrésztről nem vagyok az a nagyon könnyen ismerkedő típus, de azért aki engem megismer, az rájön, hogy azért egy barátságos személyiség vagyok. Tehát egy kicsit vicces emlék ilyen szempontból, amikor pont egy versenybíráskodásom során egy vitaversenyen adtam egy nagyon szakmai és talán kicsit szigorú értékelést is az egyik csapatnak a tevékenységéről, és
Utána aznap ennek a csapatnak az egyik játékosa beládosodott, őszintén remélem, hogy nem miattam, és utána én kerültem arba a szituációba, hogy vigyáztam rá, kicsit próbáltam ápolni, és akkor mondta, hogy nem gondolta volna ezt rólam, hogy én erre képes vagyok, hogy én ilyen kedves is tudok lenni. Ezen kívül de megvannak az érzelmi hangulatváltásaim, tehát én azért úgy dühös tudok lenni, de ki tudok akadni, de aztán nem vagyok karaktartó. Tehát így egy pillanatban állom, kitör belőlem a rossz hangulat, aztán utána kb. Tudom úgy folytatni a véletlen, mint hogy mi sem történt volna. És hát ugye a tevékenységeim között is nagyon sokan inkább ilyen otthon ülő, önbeket bújó, gondolkodó elméleti embernek tartanak. Miközben emellett azért, ugye bármit mondtam, tanítok, nyári táborokat szervezek, sőt, hát mostanában nem, de régebben hátrányos helyzetű, akár értelmfogyatékos gyerekekkel is foglalkoztam, őket is gondoztam, és így sokan úgy érzik, hogy az én karakteremben benne vannak ezek az ellentmondások. Mondtad, hogy tanítasz. Milyen fajta tantárgyakat oktatsz? A legtöbb tanítási tevékenységem most Erdélyben van, tehát ott tartok folyamatosan órákat. Alapvetően a büntetőjoggal foglalkozom, de az ott román nyelvű kriminológia, viszont magyar nyelvű rendszeresen tartok kriminológia órákat, de ezen kívül néha-néha egyes sportjogi vagy személyiségi jogvédelmi órát is tartottam már. Ezeket leginkább azért, mert ott kicsit más az összetétel az egyetemnek, tehát jóval kevesebb oktató van, meg kevesebb hallgató is, de az antárgyak számától még ugyanannyi, egész egyszerűen egy oktatónak muszáj több területen is helytállnia. Úgyhogy én is ebben próbáltam segítséget nyújtani. És szakköröket is tartasz, nem csak órákat? Most éppen nem, ebben az évben valahogy ez így eléggé rosszul kimaradt, vagy eléggé szerencsétlen módon alakult, mert egyik is, ahol korábban tanítottam iskolákban, egyikbe se jött össze a szükséges létben, és nem akartam ország nagy összegű órákat szervezni, de egyébként igen, a vita oktatás az általában megvan, és így megmaradt nálam. Most ebben az évben éppen szüneteltetem, de igen, egyébként van. Milyen nyári táborokat szerveztek? Kétféle nyári tábori tevékenységet végzek, amiben általában viszonylag komolyabb a szerepem. Az egyik a Tanítási Táborok Alapítvány, ahol hátrányos helyzetű zsákfalvakba megyünk is táboroztatni, meg néha tervezünk oktatós táborokat is. Itt leginkább Litke egyébként az a település, amivel foglalkozunk. Salgótarjántól van körülbelül 30 km-re egy kis falu, de más településeken is, például a Magyarbánhegyesen, vagy Lászacsékén, a Miskolcban nem lesz a Sajókazán, ott is tartottunk táborokat. Ezek a gyerekek részére ingyenes táborok, ahol próbálunk különböző gyakorlati foglalkozásokat tartani nekik, tehát de nem egy iskolapad beültetni őket, és ez szociális alapú, és az alapítvány szerzi meg a pénzt. Szerencsére mindig vannak támogatóik, akikben segítséget nyújtanak. Ezen kívül évente egy alkalommal visszatáborokba is szoktuk vinni a Magyarország, illetőleg az Erdélyben is kutató gyerekeket. Ezt éppen most szervezzük, mert szerencsére eddig úgy tűnt, hogy koronavírus miatt nem tudjuk megszervezni, de most újra engedélyezték. Erre még keressük a helyet. Ez nem ingyenes, ez egy önköltséges tábor a gyerekek részére. Itt is próbálunk ilyen szakmai vitafoglalkozásokkal megtölteni a tábort. Úgyhogy ezért maradjon persze mellettem az idő is. Illetve még azért megemlítem, hogy a nagymamámnak a falujában, Pekeden is most már a harmadik éve van egyfajta ilyen hagyományőrző tábor. Oda is el szoktam menni, de oda inkább csak ilyen segítőként, tehát ott nem szervezek külön programokat, ott segítek, amiben tudok. Többször felmerült most itt a beszélgetés folyamán ez a szociális témakör. Te egy ilyen szociálisan érzékeny ember vagy? Tehát ilyen segítőkész? Egyesek szerint túlságosan is. Tehát igen, egyébként nagyon is szeretek hátrányos helyzetű személyeknek segíteni.
Eleve a városházi munkámban is ez benne van, hogy legtöbb felén tartom a kapcsolatokkal az emélyekkel, akiknek ugye az önkormányzattól van szüksége segítségre, hogy bérlakás ügyekben van valamilyen problémájuk, de ezekre a problémákra én próbálok megoldásokat találni, amennyire nyilván lehetőségekből telik. Hát gyerekek tekintetében meg még inkább fontosnak tartom ezt, hiszen sok múlik azon, hogy az ember hova születik, és de erre nincsen, vagy miként, és erre azonban nincsen befolyása senkinek, ezért azt mondom, hogy ami segítséget lehet nyújtani, azt tegyük meg. Honnan és miért jött a véleményes blog? Nagyon régóta terveztem már, hogy elkezdek blogot írni, de aztán valahogy soha nem nagyon volt rá időm. Aztán igazából csak annyi volt, hogy egyszer már úgy döntöttem, amikor éppen nem dolgoztam se, akkor még a politikában nem voltam ilyen szinten benne, de a rendőrségen már nem dolgoztam, hogy belevágok és próbálkozom, és érdekes tartalmakat megosztani, főleg közéleti eseményekkel, aktuális kérdésekkel. Aztán a gasztronómiai rovat az pedig csak úgy jött be, hogy egy másik blog, ami ilyen témáival, akkoriban szűnt meg, és én úgy gondoltam, hogy hiányzott, jelleggel megpróbálok erről is írni, és meglepő módon ez a része örvendett egy nagyobb népszerűségnek, de nem gondoltam, hogy ezzel a szintában fogok foglalkozni, de végül így alakult. Végül is a blog tematikája egyébként megváltozott ahhoz képest, amit terveztem, és inkább egy ilyen kritikai bloggá sikerült alakítanom, mert most a legtöbb írásom az valamilyen kritika, vagy egy étteremről, vagy egy politikai döntésről, vagy egy könyvről, de igazából ezt nem bánom, főleg mert azért én azt gondolom, aztán írja meg, aki úgy gondolja, hogy nem értett bele egyet, hogy én azért próbálok konstruktívan hozzáállni a kérdésekkel, tehát inkább a javítandó hibákra rámenni, és nekem nem az a kritika, hogy lefarolok valamit. Próbálok mindig inkább előre mutató lenni. Én azt gondolom, hogy egy kritikának így ebben a formában az evaluációs útsága. Hát igazából én is úgy érzem, hogy ha már valaki nyilvánosan közli a véleményét, akkor azt megpróbálhatja olyan formában, hogy nem leszaroz másokat, hanem igazából előremutat és építő jellegű dolgokat tesz. Mikor kezdted ezt a blogot írni? 2018. februárjában, ha jól tudom. 2018. februárjában. Sokan követik egyébként? Annyira nem, tehát ilyen néhány százas megtekintései vannak a cikkeimnek, tehát nem extrém nagy. Nyilván, főleg amikor mondjuk egy étteremről írok, és az étterem azt megosztja, akkor ezzel meg szokott emelkedni mocskán. De tehát alapvetően inkább kis közösségi a dolog, de azért szerencsére követik annyian, hogy úgy életem, hogy van értelme. Illetve most ez a szerepjátékkönyv vonalat, ami így szintén egy eléggé népszerű része lett a történetnek, tehát amikor lapozgatós könyvekről írok. Főleg, mert most egyébként megjelent kettő új lapozgatós könyv is, az egyik a Valandia vérgyilkosa, ami ugyebár a klasszikus Jack Fallington vonalnak a legújabb műve, és sok időt megjelent egy kiadásba, a második pedig két írónak a Végzett profétái nevű könyve, és ebből mind a kettőből egyiket vettem, másikról kaptam egy tisztelt példát, mind a kettőről írtam a kritikát, és ezek tényleg aktuális kritikák, ezek még inkább érdeklik az embereket. Olvastam, hogy kaptál egy felkérést egy online újságról, erről mesélj egy kicsit bővebben? Kicsit több is ez egyébként, mint egy felkérés, hogyha teljesen őszinte akarok lenni, mert igazából ezt az online hírportált ezt egy olyan egyesület alapította, aminek én is tagja vagyok. Tehát a Zöld Baranya Egyesület, ami ezt az online hírportált, ki lehet mondani? Uh-huh, persze, nyugodtan. Tehát ami a bahír.hu, mint Baranyai Hírek alapította, csak tehát egy régóta szerettük volna egy olyan felületet, ami Pécsen egyrészt jobban foglalkozik a zöld ügyekkel, másrésztről pedig, ami tényleg minden politikai résztvevőnek felületet ad arra, hogy a véleményét elmondja. Ugyebár nem titok, hogy indultam a 2019-es önkormányzati választásokon, és az volt a tapasztalatom, hogy gyakorlatilag az összes létező hírportál csak a saját oldalával foglalkozik. A másikkal csak annyit foglalkozik, amennyit lehet hívni őket. És igazából a célunk az volt, hogy ezen a felületen tényleg mindenki megszólalhasson, és
Hát nyilván, akik viszont így a vegyetnek a tervezői voltak, azok tisztában voltak és látták a munkásságomat a blogon, és azt mondták, hogy szeretnék, hogyha ezt a részét, ezt a gasztrovonalat én csinálnám, csak itt nem anonim postolásokkal, hanem inkább ilyen beszélgetésekkel, tehát hagyományos éttermeknek a bemutatásával. Plusz hoztak mellém egy profi fotós, mert mondták, hogy a képei nem elég jók, amiben egyébként igazuk van. Úgyhogy azóta így ketten, vagy ahol érdekel más embert, ketten-hárman járunk a különböző éttermekbe, és azok beszélgetünk a tulajdonosokkal, nyilván megkóstoljuk a helyi specialitásokat, és milyen típusú cikkeket készítek. Aztán lehet, hogy a jövőben itt is lesznek másfajta cikkek is, amikkel foglalkozok, de például, hogyha büntetőjogi jogszabályváltozások vannak, akkor azért a csapaton belül én vagyok az, aki leginkább autentikusan tud erről írni, tud erről véleményt megfogalmazni. Úgyhogy nyilván lesznek más jellegű témáim is, de egyelőre ez. Politika. Láttam veled itt ilyen interjút is, méghozzá az LMP-nek a színeiben nyilatkoztál. Tag vagy ebben a pártban? Igen, tag vagyok. Sőt, van egy tisztségem is benne, de ezt most elérthetőbb, hogy pontosan mi. És tehát igen, de körülbelül egy éve, most már egy kicsit több, mint egy éve csatlakoztam. Egyébként, ezt leginkább egyébként a pécsi tagok motiváltak, mert Pécsen az LMP mindig is erős volt, és mindig sikerült egy aktív tevékenységet vinni. Amit egyébként én már 2014 környékén is támogattam, csak aztán amikor a rendőrséget dolgoztam, bár nem voltam hivatásos állományban, de azért ott azért nem örülnek annyira, hogyha az ember politikával foglalkozik. Úgyhogy akkoriban ezt ünnepeltettem, aztán amikor ezzel végeztem, akkor újra felvettem a kapcsolatot a párttal, és ideig néhány területen aktivistaként tevékenykedtem, aztán amikor az önkormányzati képviselőjüknek szüksége volt segítségre, tehát szüksége volt asszisztenciára, akkor ott is munkát vállaltam már fizetettségként. Ezt követően léptem be egyébként a pártba, ahol aktivistak vagyok. Igen. Tehát akkor ezek szerint aktívan veszel részt a párt ügyeibe, és nem csak időszakosan, hanem állandóan? A párt belső ügyeiben igen. Kifelé inkább csak helyi szinten, tehát uh-huh. Országos politikában ugye bár, de nem vagyok még egy ismert személy. Még. Aztán ki tudja, hogy mi lett, tessék? Még. Aztán ki tudja, mi lett a jövőben, de egyelőre nekem ez tökéletesen megfelel. Helyi szinten azért szerencsére már vannak emberek, akik tudják, hogyha probléma van, és valami önkormányzat tudja, akkor hozzám azért lehet fordulni, én azért meghallgatom az embereket, és a lehetőségeket miért nem próbálok segíteni. Jelen pillanatban így ennyi, amit itt politikában tevékenykedem. Mindig is érdekelt az a politikai vonal? Igen. Csak nagyon sokáig nem volt bátorságom belekezdeni. Így emlékszem, hogy a jelenlegi önkormányzati képviselőnk egy kari rendezvényen 2010-ben nekem és egy másik ismerősödnek mondta, hogy ha érdekel bennünket az LMP, akkor hívjuk föl, szívesen beszél velünk. Ő már akkor elkezdte ezt, és akkoriban tag lett, aztán ő azóta már nem tagja a pártnak. És érdekes, hogy most így végig gondolva, körülbelül ugyanazt az utat járta be szerintem 2010-től vagy 2011-től, amit én 2017-2018-ból. Akkor viszont én még nem akartam politikával foglalkozni. Akkor ezek szerint előbb-utóbb követed a sorsát és kilépsz? Ha ugyanazt az utat járjátok? Jó a kérdés. Jelenleg nem tervetem és reménykedem benne, hogy erre nem lesz szükség. Nyilván azt nem tudja soha az ember, hogy a jövő mit fog hozni. Térjünk rá egy kicsit a HKK-ra. Végül is ezen keresztül ismertük meg egymást. Mikor találkoztál a hatalom kártyai kártyajátékkal? Pontosan. Ezt talán már említettem, hogy 2002 év elején találkoztam ezzel az érdekes módon, hogy testvérem talált egy pár lapot, aztán azzal kezdtünk el itthon játszani. Utána derült ki egyébként számunkra először azt, hogy van néhány ismerősünk, aki játszik, később azt, hogy van üzlet, Kispécsen, aztán később pedig azt, hogy van verseny is.
de ez egy körülbelül másfél éves időszak volt, amíg 2002. februárjából 2003. októberig eljutottunk a Mediabe, ami az én első versenyem volt. Tehát nálam ez tényleg így eléggé adhok módon történt, és így ismerkedtem meg a játékkal, aztán valahogy beleszerettem. Érdekes alakult ez nálam, mert én rögtön az életem első versenyén harmadik lettem, tehát rögtön egy elég sikeres eredményt hoztam. Viszont igaz, hogy elég erős segítséget kaptam, tehát hogy versenyfedvező kb. 15 lapot volt nekem kölcsön, de tehát az egy elég szerencsésen jól sikerült verseny volt, utána viszont több mint egy éven keresztül semmilyen eredményt nem értem el, tehát így a hirtelen jött siker után jött az a rész, hogy valójában rájöttem, hogy közel sem vagyok olyan jó, mint amennyire gondoltam. Meg folyamatosan egy pakliban játszottam, és akkor éreztem azt, hogy ideje elkezdeni szélesíteni a repertoáromat. Aztán gyakorlatilag így azt mondom, hogy 2004. októberétől kezdve kezdtem egy igazán komolyan versenyezni, akkor kezdtem először más városokba járni, először Kaposvárra, aztán egy pesti versenyre. De körülbelül 5-6 évbe telt, mire úgy rendszeresen elkezdtem Pestre járni versenyekre. Ha ilyen régóta játszol, felmerül bennem a kérdés, hogy ez a szerelem köztetek töretlene a kártyával, vagy voltak-e időszakok, amikor ezt hanyagoltad? Pár hónapos kihagyásaim voltak, de olyan, amikor évekig nem játszottam, olyan egyáltalán nem volt. Nyilván, ahogy esik úgy kuppan, 2012-ben volt egy olyan időszakom, amikor picit úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezt nem kéne folytatnom, lehet, hogy ezt annyira nem kéne erőltetnem. Nem tudom én is, hogy mi volt igazából a problémám, de valahogy azt éreztem, hogy nem nagyon akarnak összejönni a dolgok. Egy-két ismerősünk akkor abba hagyta, tehát például Török Péter, őt nem ismerted, de ő egy nagyon emblematikus játékos volt itt Pécsen belül, ő is abba hagyta, és akkor volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy nem találom ebbe a kihívást. Aztán akkor volt egy ilyen kis érdekes játék, amit az egyik haverommal kitaláltunk, hogy gyakorlatilag kölcsön adtam neki egy évre a gyűjteményémet, én pedig elkezdtem nulláról építkezni újra, hogy vajon ez mennyire ad nekem kihívást, és gyakorlatilag ez visszahozta elég rendesen a motivációmat, mert egy teljesen új helyzetbe kerültem vissza a játékba. Ez mikor volt? Ez 2012 év vége, és akkor egy évig, tehát 2012 decemberétől 2013 decemberéig foglalkozott ő az én gyűjteményemmel, én megépítkeztem újra. És hát a másik, hogy akkor olyan paklikkal játszottam, amikkel korábban nem, és úgy éreztem, hogy az egész taktikai repertoárom a játékban fejlődött. Aztán nem tudom, hogy véletlen egybeesés, vagy tényleg fejlődtem, hogy ugye 2014 júniusában pedig akkor már ugyan a saját gyűjteményemmel, de ugye már akkor lettem a nemzeti második, ami a mai napig a legnagyobb eredmény a nemzeti bajnokságon belül. Akkor azt éreztem, hogy jót tett nekem ez az új impulzus, hogy elkezdtem másfajta módon közelíteni a játékot, mint korábban. A kártyajátékon belül akkor ezt tartod a legnagyobb sikerednek, és ezt a második helyet? Jót kérdez el. Talán azt mondom, hogy nem. A legnagyobb sikeremnek egyébként én a mai napig egy 2011-es versenyt tartok, egy dungeon-es versenyt, ami egy 100 pontos verseny volt, de úgy, hogy az énes titkalapok értek azt hiszem 4 pontot talán, a rendes titkák értek 8-at vagy 10-et, nem tudom, az ultrák 20-25-öt, és volt egy olyan spoiler lista, egy ilyen körülbelül a 100 lapból áll lista, amit pontot értek, amik főleg gyakori nem gyakori napokból álltak. És így kellett egy 100 pontos paklit összerakni. Ott volt az első ilyen típusú verseny, és ott egy nagyon kimerítő, egy hat fordulós versenyt tudtam megnyerni. Az volt életem első olyan versenygyűjtelme, ami Budapesti és nem csak amatőr verseny. És az főleg azért volt egy nehéz helyzet, mert Budapestre akkor már nem hoztam el teljes gyűjteményemet, csak a ritka alapjaimat, meg ezt a paklit. És az előtte lévő nap nagyon-nagyon elúztam, és szinte mindenkitől kikaptam, akivel játszottam.
És az utolsó nap próbáltam úgy átalakítani egy gondolit paklingot, valahogy úgy átalakítani az egészet, hogy már nem tudom, hogy paklingot berakni már, mert ott nem volt elég a gyűjteményem, meg nem tudtam tesztelni sem. Úgy átalakítani, hogy kijavítsam azokat a hibákat, ami elég jól sikerült. Úgyhogy én mai napig azt mondom, hogy az a versenyeredményem, amire én a legjobb vagyok. Tudtam, talán egyszerre is adtad a gyűjteményedet. Igen. Ennek volt oka? Tessék? Ennek volt oka? Nagyon leegyszerűsítve az volt az oka, hogy kellett a pénz. Illetve a másik, hogy egy kicsit féltem attól, hogy vajon, mert terve volt, ilyen akkor volt terve, az alapkiadás, az isteni szabály akkoriban jelent meg, és egy kicsit ezekről már lehetett betykákat hallani. És egy kicsit féltem attól, hogy én mondjuk kiutatok egy fél évre Erdélybe, akkor mennyit fog a gyűjteményen veszíteni ténylegesen az értékéből, hogyha ilyen drasztikus változások lesznek. Úgyhogy ez a két motiváció volt, igazából a játékot abban, hogy nem akartam. Kicsit szükség volt az egész történet. Tehát az, hogy nem akartam abba hagyni, arra a legékesebb példa az, hogy a legendás paklimokat megtartottam egy dövögyben. Meg a fókusz megrelésemet tartottam, meg illetőleg egy darab fókuszálást. Azt mondjuk alig azért tartottam meg, mert a gyerekkel azt mondom, hogy a manuál nem tudja. Mennyire volt nehéz újraépíteni a lapjaidat, vagy mennyire volt nehéz újra beszerezni azokat, amikkel játszani szeretnél? Azt gondolom, olyan értékes gyűjtemény, ami akkor volt, az biztos vagyok benne, hogy most sincs. Főleg, mert akkoriban is játszottam egy ilyen challenge-et, hogy maximum 1000 forintot költök egy hónapba a kártyára, amit egyébként nem csak a challenge hozott, hanem szintén az élet is, mert az anyagiakban nem álltam túlságosan jól, tehát ez is benne volt a szituációban. Az alapcsomag megjelenése egyébként rengeteget segített. Tehát ott azért így, amiatt, aztán majd erről valószínűleg egy másik videóban fogunk többet beszélni, de ott lement az értékesebb lapok értéke annyival, meg elérhetővé vált annyival, hogy akár isteni lapokat is viszonylag korrekt áron meg lehet ezt szerezni. Tehát így mondjuk azt, hogy 2-3 paklit sikerült viszonylag egyszerűen és gyorsan összerakni, aztán nyilván onnan tovább építkezni, az már egy fokkal nehezebb lépés. Milyen pakli... Most... Ja, bocsánat, mondjak csak! Most egyébként, ami van, azzal alapvetően elégedett vagyok, tehát most azért már egy 7-8 paklit szerintem össze tudnék rakni a jelenlegi repertoáromból, tud még vannak mellette cserelapok is. De azért azt a fajta folytat, azt a fajta szekciót, ami korábban megvolt, hogy nagyjából ritkák tekintetében úgy gondolom, hogy így a spoiler ritkák 90%-a megvolt, hát annak szerintem most még közelébe sem vagyok. Milyen paklik jöttek be neked régen, és milyen paklik jönnek be neked most? Volt-e kedvenc paklid? Amikor még elkezdtem, akkor két kedvencem volt. Az egyik a Valetki pakli, ez a helytartó csápjás Valetki pakli vonal, ami igazából arról szólt, hogy a helytartó csápja az egy kétérjövő lap volt, akkor még egy testrét, ami gyógyított ötöt, lefedett egy napot, és adott kettőbe kettőt a Valetkinek. Ami nyilván hét varázspontért már akkor sem volt túl olcsó, de utána illúzió csápokkal, kisebb danokkal, folyamatosan másolva, és egy birtoklást leteket tudta végbe, sikerült az asztalon egy eléggé komoly terrort letenni, plusz emellett antimágiát, de ez volt életem első paklia, amit éveken keresztül használtam versenyen. Illetve amit nagyon szerettem még, azok a szütterek voltak, amik el megjelenésétől kezdve foglalkoztam. Életem első versenygyőzelme egyébként gyakran egy szütter paklihoz kötődik, úgyhogy az már csak nem is megmaradt nekem. Tehát ez volt az első olyan deck, amit nagyon-nagyon szerettem. Aztán így a 2005-2006-os időszakban lassan járni volt, amit nagyon, meg a bűvös erkő, tehát ezek a drágító szabálylapos paklik. Ez volt egy nagy kedvenc, és hát a legendás pakli az nálam egy nagyon nagy, tehát a 2006-os vagy a körülök is egy nagy megkutatások, a legendás kertetős paklit próbáltam játszani. Hol volt annyi ereje, hogy lehessen használni, hol nem volt elég erős, de mindig is egy nagy kedvencem volt. Valahogy ez a pakli egy ilyen terelem paklimmá vált.
amióta így kvázi újrakezdtem 2018 nyara, azóta egyrészt a parkot, amiket nagyon-nagyon megkedveltem, másrészt ez a tüzes gondolat, amit hát régebbül is követővel mostanában targettel próbálkozom vele. Most azt mondom, hogy talán ez a két pakli, ami igazi kedvenc. Volt-e olyan pakli, amit te találtál ki és vittél sikerre? Ez egy jó kérdés, mert az, hogy ki talál ki egy paklit, az mindig egy picit egyedi, meg hát nyilván mit tekintünk sikernek. Igazából arra, hogy gyakran gyak szüter paklira, akkor hat érek vissza. Ez egy érdekes koncepció volt, mert igazából gyakran gyakran játszottam gyűjtőgent. Ugyanis, ugyebár a régi óriás patkány, régi lidert harcos és régi lidert tudott mind a három GNG lap volt. Uh-huh. És a scritterek között szerepelt egy ilyen lap, amit úgy hívnak, hogy scritter ölész, ami varázslatként azt tudta, hogy célpont négy vagy játékos kétszer annyi cseppzik munkáját scrittered van a gyűjtőbe, és nem volt limitálva a mennyiség. Uh-huh. És ez a pakli tulajdonképpen erre épült leginkább, hogy a gyűjtőgenerálással egy scritter ölésszel megpróbálni egy körben rengeteget sebezni, úgy emellett volt egy forta vonulata. Igazából ezzel a paklival talán én jelentettem először, de mondjuk ez csak helyi szinten ért el komolyabb eredményeket, de hát azért országos szinten ez nem volt annyira. Illetve hát abban a csapatban voltam, aki ezt a legendás keltetős vonalat először használta, de nem mondanám, hogy én voltam a legelső, mert a Tömény Balázs, Németh Miklós nagyjából egyszerre kezdett el foglalkozni ezzel a paklival, szerintem nem lenne olyan játékos, aki meg tudná határozni, hogy ezt melyikünk kezdte el. Illetve hát a kvargokkal mostanában foglalkoztam én, de ez megint nem mondom azt, hogy annyira saját ötlet volt, hiszen azért ez a kvark helyszínes játéket már korábban is létezett, hogy tehát korábban fény derült arra, hogy ez a helyszínek milyen képessége van, hogy akár végtelen lopukat rá lehet tenni, vagy egy körben nagyon sokat előkeresni. Tehát igazából itt inkább csak azt mondom, hogy felmelegítettem egy már létező lapot. Szóval ezek azok, amikre azt mondom, hogy többé-kevésbé sajátok, de nem mondanám az egyik, és az, hogy általában így közennyi. Mi volt a legszebb élmény, ami ehhez a kártyajátékhoz köt? Versenyszervezőként az egy nagyon nagy élmény volt számomra a legutóbbi kiemelt versenyünk, ahova 27 játékos megérkezett, ez egy nincs nagy apróítétlenrekord volt, és nagyon örültem neki, meg azoknak a fajta pozitív visszajelzéseknek, amiket a díjazás kapcsán kapok meg mindig, hogy sokat díjazok. Én ennek örülök, de engem mindig ez motivál, hogy azért azt mondom, hogy díjazás is számít abban, hogy egy ember részt vesz egy versenyen. Tehát ez nekem így főleg szervezőként volt egy nagyon nagy élmény, meg amikor először leszerveztem a nyugat-magyarországi találkozót, az is. Játékosként már elmondtam, az volt, tehát ott az Angelos verseny volt egy nagyon nagy élmény, meg hát nyilván én azért nagyon tudok örülni minden egyes olyan igazán kiemelkedő eredménynek. Ezeket mindig egy nagy örömként élem meg. Hirtelen így ezek jutnak eszembe, talán ezek igen. Volt-e kifejezetten negatív élményed, ami a HKK-hoz köthető? Volt, igen. Érdekes helyzet igazából, akkor itt is mondok kettőt, az egyik játékosként, a másik bíróként történt. Tehát, hogy az egyik én voltam a játékos, a másiknál én voltam a bíró. És érdekes helyzet, mind a kettő ilyen 2011-12 körül. Hát bíróként én voltam az, aki annak idején meghozott egy, hát még utólag kiderült hibás döntést a Topozó Raksalion kapcsán. Nem tudom, mennyire van meg neked az a követő. Igen. Azt tudja, hogy ugye már áldoz fel a követődet, minden lényedről leesnek a állami adat, és akkor kitálódnak. És a kérdés az volt, hogy hogyan értelmezzük az áldozt fel a követődet kifejezést, akkor, ha legtöbb követővel jár. Tehát csak a Topozó Raksalion lehet feláldozni, vagy valami mást is fel lehet. És akkor ez egy nagyon komoly vita volt, és pont én voltam az a bíró, akinek akkor ott el kellett döntenie a szituációt. Előtt igazából
Nyilván az egyik értelmezés az arról szólt, hogy az a követő, de az nem azt jelenti, hogy egy követő lett, tehát egy nyelvtani. A másik oldal viszont azzal érvelt, hogy ugyebár a béke megőrzésénél, ami egy régulat szerepel az, hogy idézési költségét helyettesítheted a követőt feláldozásával. És annál lapnál volt egy kapu, hogy lekövetőnél bármelyik követő lehet, és kiválasztatja ajándékos. És ez az oldal meg ezt az analógiát erősítve mondta azt, hogy bármelyik követőt fel lehet áldozni. És hát, hadd ne mondjam, verseny közben meg utána is elég parázsviták voltak ebben kapcsolatban, talán még a behunkúrumon, a versenyre számolókon ezt vissza lehet nézni, ha valaki megnézi ilyen 2011 áprilisában volt talán valamikor. És hát én meghoztam azt a döntést, hogy a béke megőrzése analógiájára engedtem más követőt áldozni, aztán meg egy héttel később jött a kapu az ellentétes döntésről. Csak nyilván ez ilyenkor egy elég hálátlan helyzet, amikor nincsen igazán precedens az embernek, és nem tudja, hogy... Tehát, hogy mind a két érvelés valahol érthető volt, és igazából a magának, a fakunak se volt indoklása, csak közölték, hogy ez van. Tehát nem volt hozzá egy szabályindoklás hozzáfűzve. Nyilván ilyenkor azért egy bírónak sem hálás a helyzete, mert most mit hozzon egy olyan döntést, amiről tudja, hogy utólag bármilyen döntést lehet hozni benne. Úgyhogy ez volt egy ilyen nagyon kellemetlen emléke bíróként. Hát játékosként egyszer az esett rosszul, amikor egy, most neveket szándékosan nem mondok, mert ezek tényleg régi történetek már. Majd leírják a kommentben, majd odaírhatják a kommentben. Igen, akit érintett annó, az odaírhatja a szeretné. Igen, szóval az meg egy olyan beóvásom volt, amit több szempontból tartottam méltánytalannak. Maga az óvás, ha nagyon szigorú vagyok, akkor elfogadható, mert igazából az történt, hogy egy pörgős versenyen, egy előző meccsen általam ellopott lapot véletlenül magamnál tartottam, és bekevettem a következő fordulóba. És amikor játszottunk, akkor ez a lap idézőjelben játékba került, de úgyhogy elnekülöztem játék közbe. És megmondom őszintén, én nem vettem észre, mert hasonló volt a póliája, mint az enyém, de nem pont ugyanaz, tehát azért látható volt, csak én volt meg így a nekoldás közben én figyelmet elkerültem. A játékosik, akivel játszottam, az övét nem. De nem ez dobott igazán a történetbe, hanem az, hogy végigjátszottam a meccset, azt megnyertem. Utána megpróbált meggyőzni arról, hogy adjam át a mérkőzést neki, mondva, hogy a lesorsolás és számára nagyobb tétje van, mint számomra. Vagy amikor erre is nemet mondtam, akkor hívta a bírót és beolgott. Tű. Tehát ez azért azt gondolom, hogy nem volt egy egyenes történet. Mert most hogy mondjam, lehet, hogy akkor is méltatlankodtam volna, hogyha ott abban a pillanatban beóv, de arra mégis azt mondom, hogy a szabály az egyértelmű. De nekem ezt én így nem éreztem egy fair szituációnak, és hát akkor ott dühös voltam eléggé. Van-e kedvenc lapod? És ha igen, melyik az? Hát nyilván egy érzelmi kedvenc a Britunga tolvaj nevű lap, ami életem első lap ötlete volt, amit kiadtak. Tehát ahhoz így érzelmileg viszonyulok úgy, hogy nyilván egy nagyon nagy szerelemlapom. Most egy olyan lapot viszont nagyon nem tudnék mondani egyetlen egy olyan lapot, ami így játékban kötődik hozzám. Talán így, hogyha a legendás vonalat tartom, akkor a Twitter Leaders Lord, amit már a megjelenésekor nagyon használtam, és a mai napig használom, úgyhogy az egy ilyen lap, aminek komolyabb helye van a szívembe, de igazából tényleg nagyon nehéz egy kedvencet mondani ennyi időben. Egyre többször merül fel a fórumokon, hogy a játék eléri a plafont. Te mit gondolsz erről? Mit gondolsz a játék fenntarthatóságáról? Meddig lehet fejlődni benne? Mondjuk ez a játék eléri a plafont, ez már 2004-ben is komment volt. Tehát ezt tegyük hozzá. Úgyhogy... Én igazából beszélgetek itt közben interjú alanyokkal, és az interjú alanyok is valahol hasonlót mondanak, hogy azért ez most már érződik, hogy nagyon-nagyon kifeszítették a határt.
Jó, nyilván, tehát Adele persze egy másik szituáció, mert hogy mondjam, 2004-ben abnormális volt az idegösszeomlás, ami 2002-ben gyakorlatilag leszedett egy lapot, és se persze a játékosokban. Nyilván ma már ezt kiröhögjük természetesen, tehát úgyhogy a játék az állandó jelleggel változik. Egy kicsit azonban én úgy vagyok vele, mint Dave, hogy aki viszonylag folyamatosan játszott, annak ez kevésbé feltűnő, mint aki mondjuk egy 5-6 éves tünet után tér vissza a játékba. Nyilván ami miatt a határokat lehet feszegetni, a tényleg az, hogy például a lapbefedéseknek az önkülönbsége ma már nulla VP-jel jön, és hát annál olcsóbbra már nem lehet levinni egy lapot, tehát ilyen szempontból nehéz. Tehát elmúlt kiegészítőkben én azt értem, hogy sikerült egy olyan helyzetet fenntartani, hogy nem direktben nyersen erősödtek a lapok, hanem inkább olyan koncepciókat zárkóztattak föl, amik korábban gyengépek voltak, és így azért a kiegészítőknek a népszerűsége is megvolt, de nem vitték túlságosan előre, vagy nem vitték túlságosan durva irányba el a metát. Hát igen, az egy nagy dilemma, hogy ezt így meddig lehet csinálni, mert nyilván örökkön-örökkén a megoldás sem működik, tehát lehet, hogy előbb-utóbb újabb szabályváltozások kellnek ahhoz, hogy fenntartható legyen ez a dolog. Most egyébként az antilánkos szabály szerintem jól jött, mert tényleg ezek az egy antilánk kérdő lapok már kezdtek egy olyan irányt menni a játékba, ami gyakorlatilag kifámítatlanná tette, mert az ellenfélek volt egy lénye a játékba, az lehet, hogy azt jelenti, hogy van három kártere igazából a kezébe, amit még ki tud játszani, akár nulla manából is. Most ennek örülök, hogy ez egy kisebb fajta keretet kapott itt. Mit gondolsz, mikor fog az első olyan pakli megjelenni, és versenyen komolyabb eredményt elérni, ami nem használ varázspontot, mondjuk csak nullás lapokkal, vagy csak nekronos lapokkal együtt játszik? Csak így pánfekként jelentem, hogy egy egyik ismerősöm, Farkas Gyula, 2006-ban már próbálkozott egy ilyen paklival. Csak az egy kicsit azért volt más, mert ott az áldozós lapokkal játszottva próbált egy ilyen gépedettel, kisebb annal, Boldog Barázsi Kallal, egy ilyen nulla végkölcségű paklit játszani. Egyébként nagyon be tudott durvulni, csak nyilván nem lehetett kioptimalizálni egy ilyen paklit. Hát én azért azt gondolom, hogy most még biztos, hogy nem tartott a játék, hogy nulla manából el lehetne játszani. És mostában egyre inkább azt érzem, hogy azért az egy mana az nagyon sok játékosnak kell. Tehát az, hogy valamire manát költünk, az adhat egy extra plusz erőt a játék során. Tehát egy egymanás napnak a nyers képessége azért még mindig erősebbek, mint egy nulla manáséi, és ez mindig is itt marad a játékba. Tehát szerintem talán azt mondom, hogy soha nem fog olyan történni, hogy valaki csak nulla manás lapokkal játszik, és nem fanfekből teszi ezt, hanem tényleg azért, mert ezt érzi a leghatékonyabbnak, mert az azt is jelenteni, hogy gyakorlatilag az egy varázspontját azt nem használja el, és ott mindig hátrányba lesz azzal szemben, aki elhasználja, és az által minőségű lapokat tud használni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez teljes körülön soha nem fog megtörténni, de az tény, hogy egyre inkább az emberek egyre kevésbé használják az egymanás lapokat. Tehát most talán Kurunci Dávid írta tegnap előtt a fórumra, hogy manapság már csak 15 olyan lapon, vagy nem nézői számot írt, de hogy manapság már igencsak le vannak lekorlátozva a pakliába azoknak a lapoknak használatát, amire egy VP-t már el kell költeni, és se nem ős már diás, se nem védekedéses, se nem idézéses. Ugye az a komment egy kicsit elgondolkodott, hogy tényleg itt tart már ez a játék. De ezek szerint lehet. Mióta szervezel versenyeket? 2009 óta. 2009 januárjában vettem át a testvéremtől. Mi a tapasztalatod a vidéki versenyszervezésről? Egyrészt nem könnyű, másrészt nagyon hullámzó. Igazából azért is nehéz, mert egyrészt vidék önmagában viszonylag messze van, ráadásul Pécs már az a vidéki helyszín, ami eléggé távol esik a budapesti agglomerációtól. Tehát amíg mondjuk egy Kecskemétre vagy egy Székesfehérvárra még szívesen járnak el a játékosok versenyre, addig Pécs már nagyon, nagyon netes, ott már azért eléggé kiesik. Úgyhogy viszonylag ritkán lehet olyan versenyt tervezni, ami tényleg budapesti szinten is
érdeklődést tartanak számon. Ezen mondjuk egyébként a kiemelt vidéki versenyek és az országjáró akció nagyon sokat jobbik a hozzáadók, a lényegesen több budapesti játékos van, ezt mindenképpen úgy értem, hogy el kell mondanom, hogy ezek azért nagy segítség a vidéki versenyeknek. És tehát ez így azért viszont főleg akkor volt nehéz, amikor nagyon szigorú létszámkorlátok voltak. Tehát pont 2009-ben vagy 2010-ben Baross Feri ígérte azt egy fórumra, hogy ha egy nagyon szigorú ellenőrzést kezdene el a beholder, akkor a vidéki versenyek kétharmada meg tudna létezni. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem, hát most már 10 év eltelt azóta, úgyhogy kimerem mondani, hogy az adott környezetben, az adott szituációban ez igaz is volt. Tehát, hogy nagyon sokszor szinte fizikai képtelenség volt, vagy legalábbis folyamatosan megcsinálni, főleg amikor még 15-ös létszám volt, hogy egyáltalán ultrát lehessen kiosztani, hát ez gyakorlatilag vidéken egy fizikai képtelenségnek tűnt nagyon sok helyen. Itt nagyon fontos vidéki versenyeknél az, hogy akik helyben vannak, őket azért nagyjából kimaxoljuk. Tehát, hogy olyan időpontokat, olyan formátumokat választunk, ahol mondjuk az a 10-15 helyi játékos, aki játszik, azok számára jó legyen, és mondjuk közülük eljöjjön egy 8-10 ember, aztán, hogyha még jönnek mások is, annak örülünk meg, az már ráadás. Ez azért egy állandó kapcsolattartást igényel, meg egyébként azt is, hogy a tervező tisztességes legyen, és itt főleg fontosnak tartom azt, hogy ne a saját zsebét tömje. Hát egy vidéki versenytervező nem is nagyon tud ilyet csinálni, de hogyha valaki megpróbálja azzal, akkor szerintem végképp nem fog neki működni. Tehát sajnos volt olyan vidéki versenytervező társam, aki szinte csak az üzletet látta ebbe, és hát előbb-utóbb bejutottunk, hogy olyan alacsony létszámú versenyi volt, ami szinte megkapcsolatlanná vált az egész történet. Szerinted könnyű a vidéki versenyszervezők dolga? Nem, egyáltalán nem értem. Úgyhogy jó, nyilván, ha csak a feladatokat tekintjük, hogy kiírni a versenyt, ott lenni, letervezni és elküldeni az eredményt, akkor persze könnyű. De fenntartani az egészet az jóval nehezebb, és hát azért az elmúlt 7-8 évben ezt már úgy kell csinálni, hogy a legtöbb vidéki szerepjáték szakvizet megszűnt. Amiknek azért volt egy közösség összetartó ereje, ki lehetett kérdezni a versenyeket, volt egy egyértelmű ingyenes helyszíne, ahol ezzel foglalkozott az ember kizárólag. De ezeknek a megszűnése úgy gondolom, hogy egy óriási érvágás volt. Részben azért, mert jóval nehezebben lehetett kiegészítőket szerezni, részben ez a közösségépítés hátránya miatt. Aztán az előbbi problémát azért a BDB-vel sikerült megoldani a beholdernek, utóbbival még mindig vannak helyek, ahol küzdenek, meg hát nyilván a helyszínekben az a nehézség, hogy Pécsen is szerintem az elmúlt 8 évben legalább 10 különböző versenyhelyszínünk volt. Én megmondom őszintén, sokszor olvasom a fórumokon, hogy azt javasolják, főleg a pestiek, hogy toborozzunk, tartsunk ligákat. Neked ezzel kapcsolatban mi a véleményed? Hát nagyon jól hangzik, de azért ez elméletben, vagy gyakorlatban jobban lehetett, mint az elméletben. Tehát egy ligát is azért akkor lehet elindítani, hogyha van ott egy 7-8 ember, aki ezt tartósan csinálja. Próbálkoztunk egyébként toborzással, az összes létező pécsi iskolának hittem, összesen egy hely volt, ahol egy alkalommal tudtuk tartani, ahol így pozitívan fogadtak minket. Mert egész egyszerűen nincs bizalmuk az emberekkel, de eleve az, hogy nagyon sokan ezt egy játéknak fogják föl, rosszabb koronárok közül már szektaként is hallottam az említést, de elcsére ez csak egy kivételes alkalom volt. Szerencséd van. Nyilván toborzók nem profitorientáltan csinálják, de a háttérben mégiscsak van egy cég, aki ebből profitot szeretne. Úgyhogy azért ez így ebben a formában tényleg nem annyira egyszerű, meg igazából a ligáknak is kell egy hivatalos helyszín, és ebből a szempontból például szintén azt mondom, hogy a szerepjátékszakvizetek hiánya az egy jóval komolyabb érvágás, mint amit az ember elsőnek gondol. És már pedig azért az biztos, hogy ahhoz, hogy ezt fent lehessen tartani, mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy telkás esemény fent lehessen tartani, kell egy 7-8 helyi ember. Tehát egy nagyon rövid ideig egyébként Baján is voltam versenyszervező, pont azért kellett feladnunk, mert annyira kicsi volt a helyi állomány, pedig
Egyébként földrajzilag egy nagyon jó helyen van, mert Pécstől, Kecskeméttől és Szegedtől sincs nagyon messze. Tehát mind a három településtől ilyen 80-100 kilométerre van, ami azért teljesíthető lenne. Mert helyi játékosok nélkül nem működik a történet. És ugye ezt mondom a ligára is, hogy nincs egy helyi játékos mennyiség, amit aki ott van, akkor ez neve. Főleg azért, mert ugyebár nyilván egy ligába, hogyha azt akarjuk, hogy a fiataloknak önbizalma legyen, akkor nem nagyon lehet beengedni a topi játékosokat, legalábbis nem egy kategóriába. Tehát gyakorlatilag az új játékosokból kéne kitermelni a saját magát, ami azért kihívás. Meg hát a tiszta matematika, hogy azért egy Pécsen tűz annyi ember van, mint Budapesten, sőt még kevesebb. Mert Budapesten több mint 2 millió, Pécsen pedig ilyen 140-150 ezer lakos város. Tehát már csak a matematika alapján is nehezebb, azért ha végig gondoljuk, hogy az összes, hogyha mondjuk a budapesti ligatámokat is elosztanánk ebben a 10-12-vel, akkor azért már ott sem lennél túlságosan nagy mennyiség. Nyugat-magyarországi találkozó, ez mióta fut? Honnan? 2010 óta fut, de 2012 óta csinálom én. Tehát az első 2 évben még Kaposváron csinálta a Bódávid, és utána vettem át én, mert ő úgy érezte, hogy nincsenek rajta elegen. Igazából az ötlet egész egyszerűen onnan jött, hogy a kelet-magyarországi találkozó akkor már 1-2 éven keresztül működött, és hogy akkor próbáljuk meg mi is így ezen a nyugati régión. Az első alkalommal egyébként még volt egy szabadás arról, hogy ez hol legyen, és ment a nagy vidéki összefogás, hogy ne Székesfehérváron legyen. Semmi bajom a fehérváriakkal, de én azt gondolom, hogy Székesfehérvár az inkább Budapest környék, és nem Nyugat-Magyarország. Uh-huh. És ne ebben is a pestieknek kedvezzük, mert nekem ez volt a megfontolásom, uh-huh. De egyébként semmi bajom, nagyon szeretem a fehérvári játékosokat, semmi bajom velük, csak ez az érzés. És igazából a Dávid ötlete volt az, hogy próbáljuk meg mi máshogy, hanem egy ilyen mindent tud csinálni belőle, ami igaz, hogy pénzdíjas, de nincs kiutási szabálya, tehát egy nevelésdíjas, de bárki elindulhat, és ugyanúgy az első 2 nap, aztán a harmadik nap a döntő. Azóta többször megszavaztattam, hogy tartsuk ezt a formátumot, vagy inkább legyen 3 különálló verseny, de mindig az jött ki, hogy a többség azt szeretné megtartani a bajnokság jelleget, még azzal is, hogy akik kiesnek, azoknak nyilván ez egy picit kellemetlen. Hát igazából a létszám 2015-ig egy folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, aztán 2016-tól megint elkezdett emelkedni, és egy ilyen 18 fővel tudtuk tartani. Szeretek ilyen köztes programok is csinálni, HKK Activity minden évben van, mert azt mindenki nagyon szereti, azzal kapcsolatban mindig megvannak a fanfekt esetek, tehát amikor így nagyot nevetünk egy-egy feladványon, vagy egy-egy kitaláláson. Most időnként ilyen kvízeket, műveltségi vetélkedőket, meg hasonló játékokat is próbálok betenni, hogy tényleg ne csak a kártyáról szóljon a történet, hogy a kieseteknek valamit kitalálni, mert mostanában a vigyatra szokott ebben lenni, amióta elindult ebben a hullám is. Szóval én nagyon szeretem ezt a fajta szervező munkát benne. Nyilván akkor látja az ember értelmesnek, hogyha azért jönnek mellé a játékosok. És erre az idei évre meg nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, mert most fordul elő először az, hogy fenntartjuk a bajnokság helyállapotot, tehát ugyanúgy lehet bennevetni a bajnokságra, de emellett, aki akar, az külön is nevet az első vagy a második napra, hogyha nem tud értenni a bajnokságba. Ezt nyilván azért csináltuk, mert egy kiemelt vidéki versenyt, ugye már a második, úgy tűnik, hogy a második napon kiemelt vidéki verseny, de az egyszerűen nem lehet úgy csinálni, hogy csak a bajnokságra nevezetteknek engedjük, az egy utálakult helyben. Kíváncsi lettek, hogy ez hogyan fog alakulni. Remélem inkább a motivációt fog növelni, és nem az lesz, hogy mindenki csak egy versenyre akar eljönni. Úgyhogy tűködőbe várom az idei évet, és bízom és reménykedem a legjobbakban. Melyek azok a dolgok, amelyek leginkább feltöltenek? És ez már nem KKK-s kérdés, hanem... Tehát így a való életben. Igen. Érdekes, hogy engem általában mindig azt tölt fel, hogyha valami más csinálok, mint amit előtte. Tehát például, amikor főleg az irodában végzem a papírmunkáimat, meg ilyesmi,
akkor nagyon fel tud tölteni, hogyha egy-egy nap el tudok menni egy gyerekmondozásra, vagy ilyesmi. De például egy nyári táborban meg nagyon sok darab költ fel, hogy a fél napon keresztül tudok külni, és mondjuk írni egy cikket, vagy valami hasonló, mert éppen már sok a gyerek. Uh-huh. Úgyhogy engem mindig azt tölt fel, hogyha valahogyan, amit előtte csináltam, ahhoz képest tudok valamiféle homlok egyenes más. Amik még nagyon feltöltenek energiával, azok a kvízek, tehát a kocsmakvízeket akár vezetem, akár játszom, az mindig egy nagy élmény, illetve a lézerharcolás, amikor tényleg semmivel nem kell foglalkozni, hanem csak kilövöldözgetni mindenkit, nagyon-nagyon szeretem. Az már más téma, hogy utoljára tavaly októberben voltam lézerharcolás, amikor eltörtem a lábam. De ez nem akadályoz meg azzal a felül, hogy visszatérjek. Vannak-e olyan irányelvek, amelyek szerint éled az életed? Van-e esetleg valami mottód az életre? Én inkább azt vallom, hogy az, hogy megcsinálta, az mindennél többet ér. Tehát én azt mondom, hogy legyek, tehát nem szeretek semmit sem kétesen csinálni, nem szeretek semmit sem tisztességtelenül. Én azt mondom, hogy inkább elvettek valamit becsülettel, mint hogy mondjuk jobban előnyel próbáljak megszeretni. Ezzel kapcsolatban egyébként még egyetemről van egy történetem, hogy fél év zárása volt egy tárgyunknak, egy polgárjogi gyakorlatunknak, és így nézte a tanárunk, hogy hát itt van 3-5-ös dolgozat, ez az egész nullajeles, és nem írta be az egyetlen egyes dolgozatomat, elfelejtette beírni, mert volt ott egy egyes is. És én szóltam neki, hogy bocsánat, tanár úr, volt egy egyes dolgozatom is. És mondta, hogy ezek után én már azért adja meg az ötöst, mert a becsületet még a felkészültségnél is többre értékeli. De azért zárójelben megígérte, hogy a valós életben nem biztos, hogy ebben egyáltalán csinálom a legjobbat. Én azt gondolom, hogy amit általában kapsz az élettől, azt vagy amit adsz az életnek, azt visszakapod. Tehát, hogyha alapvetően pozitívan elsz hozzá, akkor általában pozitív dolgokat is fogsz visszakapni. Nem tudom, én nekem is egyébként hasonló a tapasztalatom. Ha van 3 olyan tulajdonság, amit szeretnél elérni, és vagy birtokolsz, melyek lennének ezek? Ami megvan, gyakorlatilag az elsőt azt el is mondtam ezzel, hogy azt gondolom, hogy a tisztesség az egy nagyon fontos tulajdonság, és a legnagyobb örömömre úgy érzem, hogy ez meg is van. A másik az önmegvalósítás. Erre azt mondom, hogy ez részben megvan, tehát szerencsére egyre több olyan dolgot tudok tenni az életben, amit régóta szerettem volna. Még vannak a listán, vannak a repertoáromban, amit szeretnék, de nyilván nem lehet mindent egyszerre. Nem tudom, mennyire lehet ezt tulajdonságnak nevezni, de még a család az, amit mindenképpen szeretnék, és itt nyilván nem a szülőkre gondolok természetesen, amivel kapcsolatban még várat magára nálam az élet, reméljük, hogy előbb-utóbb ez is eljön. Van egy utolsó kérdésem. Ha meg kellene nevezned egy embert, akivel szívesen megnézel egy hasonló interjút, akkor ki lenne az, hiszen már az elején említetted, hogy kitaláltad, akkor íme a lehetőség, hogy megnevezd ezt az embert. Ez a vidéki pesti versenytervezés téma szerintem izgalmas, és ebben több van. És talán egy olyan ember tud erről többet mondani, aki amellett, hogy egy nagyon jó játékos, ő maga is megtapasztalta, hogy milyen egy Budapestről távolabbi vidéki versenyt tervezni, viszont emellett a pesti közegben is most már megvan a kellő tapasztalata. Ez az ember nálam Salai Gábor alias Zoral. Zoral? Hú, ő egyébként is tavaly elég sikeres évet tudhat maga mögött, úgyhogy... Nem, ez is, nem, igen, meg egy csomó versenygyőzelem, talán HS-be is jó eredményt értem, úgyhogy igen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, köszönöm szépen Szabó András Bubunak, hogy itt volt ma velem, és a jelenlétével emelte a csatorna színvonalát. Nagyon szépen köszönöm neked, sziasztok! Sziasztok, én is köszönöm a lehetőséget! Köszönöm szépen a Robinak a lehetőséget, nagyon élveztem a beszélgetést, őszintén remélem, hogy ti is. Ha tetszett ez a videó, akkor tegyétek meg azt, amit én is közvetlenül a videó előtt, konkrétan, hogy feliratkozom, valamit lájkoljátok az oldalt,